Tisztelettel köszöntöm George F. Hemingway urat, a Budapest Honvéd tulajdonosát. Ugye most már picivel több mint egy hete megkezdte a csapat a felkészülést. Mindenkit az érdekel, hogy milyen játékos jön, megy. Először azt kérdezném, hogy Honvéd játékos iránt érkezett-e bármilyen hivatalos megkeresés? Igen, van egy-két megkeresés, és az akadémiáról is ma dőlt el, és aláírták a szerződést, hogy egyik akadémistánk, Erik Bukrán, a Hull Cityhez szerződik. Van egy másik megkeresés egy holland csapattól is, és van egy-két megkeresés a nagy csapat játékosai iránt is. De addig, amíg ez nem konkrét, nincs értelme róla beszélni. Mi minden játék, arra azt várjuk, hogy minden játékos, aki most itt edz, mármint a szerződéses játékosai, azok velük lesznek tavasszal, erre számítunk. Érkezékről lehet-e tudni valamit? Ugye tegnap bejelentésre került, hogy az MTK középcsatára Sergio nem játszik majd Kispesten. Van-e bármilyen új fejlemény, próbajátékos, kiszemeltek? Egy-két próbajátékosnak, aki itt volt az elmúlt héten, megköszöntük a részvét az edzésekben, és nem tartunk igényt rájuk. 3-4 játékos érkezését várjuk, egy már megérkezett, 3-4-ét még várjuk. Mi mindenképpen szeretnénk, hogy elmondtam, egy irányító középpályás, egy csatárokat igazolni. Ezen dolgozunk, ez minden körülmények között megtörténik majd. Ezen kívül még esetleg egy balhátvédet is igazolnánk. Akkor posztonként rákérdeznék, támadó szekcióban Del Piero, Miccoli. Lehet-e honvéd játékos? És hát én Pelét is várom, ha felépül. Nézzen ide, ez mindig felrepül, mert az olasz sajtóban néha felrepülnek ilyen hírek különböző segítséggel. Az igazság az, hogy a mi emberünk beszéltek több olasz prominens játékossal, aki a különösen a fiatalok miatt segítségünkre lehetne, ha nem is 90 percig, de egy 20-30-40 percig a mérkőzéseken. És mi szívesen várjuk őket. De ezek olyan nehéz dolgok, hogy erről nem érdemes beszélni, ha csak ilyen dolog meg nem történik. Úgyhogy én azt látom egyelőre nem... Van egy híres darab, az a címe, hogy Godóra várva. Tehát mi nem vagyunk Del Pieróra várva itt Kispesten. Hídvégi Sándor az MTK-ból, tegnap ugye megjelentek azok a hírek, hogy a Dunaújvárossal együtt versenyez a Honvéd érte. Hát így talán nem igaz, de Hídvégi Sándor ugyan az MTK-nál játszott, az MTK-ban játszott, de a Ferencváros játékosa. Ő egy értékes, jó balhátvéd, ha úgy történik, hogy hozzánk kíván jönni, mi mindig biztosan szívesen fogadnánk, hiszen mi balhátvédet keresünk, de konkrét intézkedés ebben az irányban nem történt. Legutóbbi beszélgetésünk óta, ugye mi a Honvéd honlapon volt videóinterjú, szót ejtett az utánpótlás központról, a stadionról. Van-e bármiféle új fejlemény a két projektben? Hogyne, az utánpótlás központ terveit beadtuk az önkormányzatnak jóváhagyásra. Az gyorsan megy, hamarosan meg lesz a kiírás. Elindul reméljük elég hamar az építkezés, hogy ebben az évben befejeződjön az utánpótlás központ. Szintén megindult a tervezés a stadionnal kapcsolatban. Remélhetőleg az is hamar kiírásra kerül. A stadiont viszont akkor kezdjük építeni, az utánpótlás központ befejeződött. Ahogy én látom, minden a legnagyobb rendben van. Továbbra is írjuk a sportkormányzat támogatását, továbbra is változatlanul megy a program, és továbbra is reménykedünk, hogy minden rendben lesz. Picit kanyarodjunk vissza a csapatra, a szakmai stábtól milyen visszajelzéseket kapott az eddig elvégzett munkáról, hogyan értékelték? Csábi József elégedettséget fejezte ki, és az ő elképzelése a hiányposztokkal kapcsolatban teljesen egybevág a stáb többi részének az elképzelésével, az én elképzelésemmel is. Úgyhogy remélhetőleg meg tudjuk azokat a játékosokat szerezni, aki Csábi Józsi szeretne, és ő szeretne a fiatalokat is beépíteni. Most meglátjuk, hogy kik azok a fiatalok, akik maradnak, kik azok a fiatalok, esetleg még kölcsönadunk, és kik azok a játékosok, persze, akik jönnek.
A klub honlapján már fönn volt, hogy utánpótlás válogatottakba megint jönnek a meghívók honvéd játékosoknak. Ezen a szinten milyen fejlődést vár? Én azt gondolom, hogy az akadémia jól működik, és azt is gondolom, hogy a Double Pass Audit is segítségünkre volt, és a holland szakmai igazgatónk De Munk és Herceg Vince, az általános igazgató nagyon jó kézben tartja ezt a dolgot. Én töretlen fejlődést látok az akadémián, egyre jobbak vagyunk, én úgy látom már, mint az, hogy a gyerekeket hogy fejlesztjük, és azzal a segítséggel, amit mi kapunk, mert az akadémián kapunk segítséget is, remélhetőleg a fejlődés nem áll meg, és tovább megyünk, és fel fogjuk tölteni majd egyre inkább, egyre több játékossal a nagy csapatot az akadémiáról. Ez a tervünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.